Három új tétellel bővült a hungarikumok gyűjteménye és a magyar értéktár is gyarapodott. Mostantól a szaloncukor is hungarikum, a déli harangszó pedig az értéktárat gyarapítja. Nagy István agrárminiszter azt mondta, a hungarikum mozgalom túlmutat az értékőrzésen, nemzetpolitikai jelentőséggel bír. Gábor folytatja. Vénémet Zsoltál, miniszterelnöki biztossal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Pontosan milyen új tételekkel bővült tehát most a Hungarikum értéktár gyűjtemény? Hungarikumok gyűjteménye három elemmel bővült. Az első, egy különlegesség, a kocson készített, kifejlesztett kocsi, amely nevében is utal most már az egész világon arra, hogy ez egy gépjárműfejlesztési vagy járműfejlesztési történeti érdekesség, hiszen maga a kocsi elnevezés az megjelenik az angolban, a németben, a franciában, a olaszban, a spanyolban, és lengyelben, cseben, vagy éppen érdekes módon a törökök magyarnak hívják ezt a fajta szállító járművet, tehát a kócsról vagy kocsról származó kocsi. Aztán bekerült a hungarikumok gyűjteményében a szaloncukor, amely hát ugyan külföldi elemekkel bír, vagy eredettel bír, de itt Magyarországon tapadt hozzá a karácsonyi ünnepkörhöz, és kifejlődésében is érdekes egyébként, Jókai az szalon cukedlinek nevezte annak idején, és a világon bárhol, ahol a fán megjelenik, ott valami köze van a magyarokhoz, ennek az édességnek, és hát bekerült a hungarikumok gyűjteményében az aranyfálcán sűrített paradicsom is 60-ból. A kocsiról még hadd kérdezzem, mert olyan történeti érdekesség ez tulajdonképpen, ugye a 15. századi Magyarországon, ahol Buda és Bécs közötti összekötő úton lehetett használni ezt a kényelmes, nagy méltóságú utasát, különösen védő, gyors és könnyű járművet. Erről beszéljünk egy kicsit, mert nagyon izgalmas kérdés. Ugye Mátyás szorgalmazta a gyors összeköttetést Buda és Bécs között, és 6 ilyen lóváltó stáció volt, ennek egyike volt a Komárom-Esztergom vármegyei kocs. És az itteni mesteremberek vették azt észre, hogy hát az akkori járművek, azok nehezek voltak, kintók, szekerek, és kifejlesztettek ezért egy különleges járművet. Különféle faanyagokat úgy csiszoltak, illesztettek egymáshoz, vasalatokat nem használva, hogy a kerekek, a csapok, azok elnyelték az útnak a rázkódását, ezért egy gyors, kényelmes utazásra adott ez lehetőséget, és hát hamar elterjedt ezért a világban is ez a fajta jármű, és hát büszkék lehetünk mi magyarok arra, hogy ez az elnevezés is, a kocsi, az beépült más országok nyelvébe. Az agrárminiszter úgy fogalmazott, hogy a hungarikum mozgalom túlmutat az értékőrzésen, és most ebből a beszélgetésből is nagyon sok minden kiderül, hát most még a szaloncukorról nem is beszéltünk, ami szintén egy óriási történeti érdekesség, hogy ez valahogy megmaradjon az utókor számára, talán egy olyan pecsét a hungarikum jelzés, ugye? Így van, tehát ez egy identitás megerősítő, hogy kik vagyunk mi magyarok, milyen nyomot hagytunk a világban, és hát persze utal a régmúlt is, de ez a gyűjtemény is jelzi azt, hogy nem csak azt jelezzük, hogy milyen volt a magyar régen, hanem milyen ma, vagy milyen lehetne. De itt azért vannak nemzetpolitikai célok, és ugye, hogy kevesen tudják már, ha most megint visszatérhetek a kocsihoz, hogy mennyi minden, hogy milyen mérnöki teljesítmény született, és az egész világon tényleg, ha csak a nyelvjárásokat nézzük, az átvett szavakat nézzük, amely egy idegen nyelven a magyarból átvett szó, hogy az is mutatja, hogy ez egy különleges magyar teljesítmény. Tehát arra is jó egy ilyen hungarikum gyűjtemény, hogy könnyebben elmondjuk a világnak, hogy kik is vagyunk mi. Így van, tehát sokan azt gondoljuk, hogy a motorizációval jelent meg a jármű, de a jármű fejlesztésnek, történetnek ez egy nagyon fontos mérföldköve volt, és ezt tanítják a világban is, hogy itt Magyarországon volt egy
volt és van egy Kocs nevű község, ahol ezt megalkották, a mai járművek ősét. És az értéktár bővüléséről is beszéljünk egy kicsit, Pápai Sonka déli harangszó. Igen, hát azt szokták mondani, hogy a magyar értéktár az a hungarikumok előszobája, és kevésbé szeretem ezt a megfogalmazást, mert külön szerepe is van. Tehát magában az értéktárban azokat az elemeket gyűjtjük, amiből aztán lehet hungarikum is, amely sajátos magyar karakterjegy, azonban a hungarikumnaknál már nem csak az kell, hogy ismert és elismert legyen, hanem ezt külföldön is tudják rólunk. Ezért aztán egy némely elem, ami nagyon-nagyon fontos, nagy érték, az ott marad a magyar értéktárban is, úgyhogy nem tudjuk majd, hogy mi lesz a sorsa a kettőnek, de azért a déli harangszó az talán túlmehet ezen a kategórián is, hiszen az egész világon, egy Magyarországon, középkori Magyarországon történt jeles eseményhez kötődik a déli harangszó, az 1456-os Nándorfehérvári győzelemkel, amikor is harmadik Allectus pápa kérte a Európa kereszténységét, a híveket, hogy imádkozzanak a szinte reménytelen győzelemért. És a nem várt győzelmet követően megerősítette, hogy ennek tulajdonítja a csata kimenetelét, és hát ezután elrendelték, hogy amúgy este, általában este megtörtént harangzúgás, az ezután délben legyen. A Pápai Sonka, az pedig hát összefonódott pápa városával, különleges technológiák kötődnek a termék előállításához, akár a dobozolt sonkának a korai megjelenése, vagy éppen az a bújtatott csontozás, amelynek révén egyben marad a comba, lapocka, és egy különleges, szép termék, mestersonka keletkezik belőle. V. Németh Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.